Sziasztok! Jelen videónk keretében egy kísérletet szeretnénk bemutatni nektek a Buckai Szövetség Egyesülettel. Ezen kísérletben azt szeretnénk bemutatni, hogy a Buckató 2-es számú rekultivációja voltaképpen miről is szól. Ugyanis nagyon sokan azt mondják, hogy jelen pillanatban kármentesítés van, de ez a kármentesítés valahogy nem igazán hozza el azokat a kívánalmakat, amelyeket attól elvárunk. Hogy miért nem, ezt fogja bemutatni ez a kísérlet. Ebben a pohárban, vagy befőttes üvegben jelen pillanatban száraz virágföldet raktunk, és ebben a két pohárban pedig víz van. Ez a virágföld fogja jelen pillanatban jelképezni azt a szennyezést, amely jelen pillanatban a földben van, és amelyet ugye nem távolítottak el az egyes beruházás során. Most ezt a szennyezést mi megküldjük vízzel, és láthatjátok, hogy igen, ez a víz elég koszos lett.
Na most láthatjátok, hogy magát a, tehát a szennyezés az jól beszennyezte a mi vízünket, és hát ez már egy szennyezett víz lett. Na most azt mondja a kísérlet során, vagy a, ugye a buckató során maga a beruházó, hogy ő leszivattyúzza a felső réteget, és ezáltal a, meg fog tisztulni a szava, talaj. Nézzük meg, szivattyúzzuk le erről a szennyezésről a vizet. Gondosan ügyeljünk arra, hogy a szennyezés ott maradjon, hiszen a buckató esetében is ez a szennyezés ugye ott maradt. Leszedjük róla a felső réteg vizet, gyönyörű szépen, meg kell tisztítanunk, hiszen hát azért mégiscsak itten tisztítás történik, meg állítólag is rekultiváció. Tehát láthatjátok, szedjük le róla az immáron szennyezett vizet, és hát bizony már ennek a punkának sem nagyon tetszik, amit csinálunk vele. Így van. És hát ő azt mondja, hogy köszöni szépen, jelen pillanatban leszívtuk a szennyezést, vagy mi a vizet, és a szennyezés pedig ott maradt. Na most, ahogy ők azt mondják, hogy hát gyakorlatilag itt egy megtisztított vizet tesznek a szennyezésre, nézzük meg, hogy mi is megtisztított vizet töltünk vissza a megtisztítás után. Ugye ennek hát gyakorlatilag szép tisztának kellene lennie. És azt fogjuk felfedezni, hogy mivel a szennyezés az nem tűnt el, ezért ez a víz sem tiszta. Hiába töltöttünk rá ugye a kettes számú pohárból tiszta vizet. Ugyanígy van a buckató rekultivációnál is. De gyakorlatilag a szennyezés az nem tűnt el, ugyanolyan szennyezettek vagyunk, visszafertőzöttek, és ez tekintetben tehát nem történt semmi sem, és ez indokolja, ez a kísérlet mutatja be igazán azt, hogy a buckató rekultiváció során nem csak az első, de a második beruházás során sem történik effektíve és érdemi előrelépés sajnos. Hát ennél azért a bucka biztosan többet érdemel. Remélem, hogy tanulságos volt ez a kísérlet, és bízunk abban, hogy sokan felkapják a fejüket azon, hogy talán lehet, hogy ezt mégsem így kellene. Only know you've been high where you feel.
your love away and let her go.